jut ember, nem jut ember. Sőt, jó haverunk, aki tökre virunk, Isten úgy sender. Szólítsatok csak Johannak! Gutenberg! Johann! Hé! Gutenberg! Szívőrcoló! Egy kis butszem jöhet! Olyan jól néz ma ki, mint egy felsen paci, Isten úgy sender. Köszi! Hé, 10 után lesz ilyen! Ohohoho! Gutenberg a musical. Nagyon érdekes ez a cím, hogy jön össze a középkor és a musical műfaj. Hogy született ez az előadás? Ez egy amerikai musical, egy off-Broadway produkció. Tulajdonképpen ez egy musical a musicalekről, egy musical paródia igazából. Két fiatal srácról szól, vagy hát már nem annyira fiatalról, de fiatal. Fiatal srácról szól, akik kitalálják, hogy ők írnak egy musicalt, mégpedig a legfontosabb emberről a történelemben, Gutenbergről, a könyvnyomtatásról. Föltalálójáról. Nem csak játsszák a darabot, nem csak főszereplők, szereplők, hanem rendezők és társrendező is. Így van, hát azért ez egy annyira speciális darab, ugye két fiúról szól. A maga darab egy prózai darab, és a prózai darabba ékelődik bele az általuk megírt musical. Tehát ennek nagyon fura szabályai vannak, hogy van egy realisztikus kerettörténete az egésznek, és van egy kicsit elemelt musical paródia világa, illetve ahogy ők gondolják a musicalt. Ugye aztán teljesen természetes, hogy ez ennyire két embernek a közös rezgésén és közös gondolkodása, maga a darab is erről szól, hogy Buddy és Doug hogy gondolták el ezt a musicalt, hogy lesz ebből a maguk Móriczka módján, láttak néhány musicalt a Broadway-n, és akkor ők is csinálnak egyet, hogy lesz ebből igazi nagy, minden eddiginél nagyobb szabású és jobb előadás. Az maga a darab is erről szól, ami ugye a keret történet, hogy ez a két fiú együtt lélegzik, együtt gondolkodik, együtt álmodják meg az életük nagy lehetőségét, hogy most aztán biztos tele lesz producerekkel és színházigazgatókkal, és ezt a darabot most szétkapkodják a világon. Úgyhogy ebben nagyon adódik, hogy ez egy olyan speciális munka, ahol igazából a két szereplőnek nagyon együtt kell dolgozni, együtt kell gondolkodnia, együtt kell kitalálni a helyzeteket. Úgyhogy ezért alakult ez úgy, hogy tulajdonképpen igazából nem tudtunk volna jobbat találni magunk helyett, mert aztán sajnáltam volna, hogy ez olyan jó, ez kár, hogy nem mi játsszuk, tehát hogyha az ember csak ül és nézi, vagy rendezi, ugyanakkor meg mégiscsak annyira saját dolgokon alapszik az egész, tehát a saját habitusunkon keresztül, hogy mégiscsak saját magunknak kellett megszülni az összes szituációt, és hát lényegében az előadást is így. Mi vonza azt a színészt, aki rengeteg musicalben játszik? Egy ilyen darabhoz, ami, ahogy említették, ez egy szatíra, ez egy paródia, vagyis akkor önmagukat is, úgymond, a saját szerepeiket, amit más színpadon, más előadásban játszanak, parodizálják. Hát pont ez a jó feladat benne egyébként, hogy egy kicsit magunk elé is görbetükröt tudunk tartani, meg hát sokszor van úgy, hogy az ember benne van egy darabba, de mást gondol nagyon róla, mint például a rendező, és hát ebbe azt hiszem minden ilyen kis elfojtott dolgunkat beletettük. Másrészt meg, ugye ezt mondtam, hogy a maga a Gutenberg a musical része, az azért mégiscsak egy paródia rész, tehát azért, ahogy a két sász gondolja. Most erről meg mindig azt gondolom, hogy azt parodizáljon valamit, aki már tudja, tehát hogy meg tudja csinálni. Na most azért nekünk most egy lassan 3 évtizedes zenés színpadi múlta, nagyon, nagyon hálás dolog, egy kicsit úgy hazabeszélni, hogy meg tudjuk mutatni a dolog fonákját is. Tehát tudunk úgy beszélni róla, hogy igazából tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor is, amikor komoly nagyzenés darabokat csinálunk, és hogy annak, hogy jön például egy nagy fináléja, hogy valósul meg ebben a mi általunk, illetve Buddy és Doug által elképzelt változatban. Tehát ez azért nagyon jó, mert a saját közegünk, mint nagyon haza tudunk beszélni így, és egy kicsit ezért idézőjelbe is tudjuk tenni, sőt, meg tudjuk mutatni, mi az, ami már időnként, tehát hogy lehet egy kicsit más szempontból nézni, például lehet más szempontból nézni a füstöt a színpadon, mert lehet azt mondani, hogy és akkor drámaian gomolygott a füst, mi meg tudjuk azt mondani, és akkor csak jöjjön a füst, mert ha van füst, akkor lesz nagy zenés finálé, mert füst kell, az a lényeg. Tehát, hogy kicsit hazabeszélünk. Hiszen körül fognak minket álmai, hogy könnyű csónakunk nagy ürességbe rég, az talán rossz, de éjség minket nem.
álmodtál.